több hónap munkája látható egy fotókiállítás keretében a József András Múzeumban. Az alkotásokat Révész Géza készítette március közepétől, amikor a kormány bevezette a kijárási korlátozást és a megszorításokat a koronavírus járvány miatt. Azóta fényképezőgéppel a kezében járta a belvárost és Sóstó környékét. Mint feladat volt talán nehéz, főleg emlékszünk még az elején, amikor nagy csend volt a városban, és gyakorlatilag nagyon szép fotókat lehetett készíteni a belvárosról vagy Sóstóról, de az üresség. Tehát az ürességet, idézőjelben a semmit nehéz megörökíteni. Tehát ez volt talán, ami úgy a nehézséget jelentette. Amit én úgy szeretek, vagy úgy kiemelem, nyilvánvalóan, amikor társaságok vagy emberi megközelítésben tudom ezt megörökíteni, és hát itt-ott egy pici humort is belepróbáltam csempészni, ha valaki eljön és megnézi ezt a kiállítást, meg is látja ezeket a fotókat. Bár a kiállítás anyagának megvalósítása a nyíregyházi amatőr fotós nevéhez fűződik, az ötlet nem az övé volt. A József András Múzeum márciusi felkérésének tette eleget a dokumentumok elkészítésével. Tulajdonképpen ez egy előrelátás volt. Mi úgy gondoltuk, hogy a pandémia az el fog húzódni, és szerettük volna azt a helyzetet megörökíteni. Mi nagyon régóta kapcsolatban vagyunk Révész Géza fotóssal. Ugye lehet látni a Facebookon is, hogy folyamatosan a Múzeumfaluban, a Kálai Házban és itt a József András Múzeumnak a rendezvénye is készít fotókat, és ezeket folyamatosan feltesszük a Facebookra. És bátorkodtam 3 hónappal ezelőtt őt megkérni, hogy járjon már nyitott szemmel, hogy zajlik Nyíregyházán a pandémia. És hát ő ennek maximálisan eleget tett, és a mai kiállítás arról tanúskodik, hogy tulajdonképpen mi egy kor dokumentumot adunk most át Nyíregyházáról, hogy hogyan zajlott a pandémiának az első hulláma. A közel 50 fotóból álló kiállítás évvégéig, vagyis december 31-ig látható a József András Múzeum első emeletének folyosóján.